50 éves a pilótaképzés Nyíregyházán, jubileumi konferenciával ünnepeltek, volt, aki Kínából érkezett a találkozóra. Megújuló árvízvédelem, közel 9 km hosszan folynak felújítások Kisar, Nagyar és Tivadar környékén. Fogászati beruházás, több mint 26 millió forintos eszközfejlesztés történt a Városi Rendelőintézet fogászati rendelőjében. Ötven éve indult el a pilótaképzés Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A 80-as években elsősorban mezőgazdasági pilótának lehetett tanulni, majd kereskedelmi, azóta pedig közforgalmi pilótákat is képeznek. Ennek alkalmából találkozót és jubileumi konferenciát szerveztek, amelyen közel 250-en vettek részt. Volt, aki Kínából érkezett a találkozóra. Idén szeptemberben az 50. évfolyam kezdte meg a tanulást a Nyíregyházi Egyetem pilótaképzésén. Az első évfolyam 1968-ban ült be az iskolapadba, azóta pedig folyamatosan indítanak hivatásos repülőgépvezető képzést. Ennek tartalma mindig igazodott a piaci igényekhez. Sokat változott, mindig a kor követelményhez próbáltunk igazodni, hiszen mezőgazdasági pilóta képzéssel kezdődött, és most kereskedelmi pilótákat képzünk légitársaságok számára, ami nagy kereset is van. Ennyien nem voltak bent az iskola a rendszerű képzésben, mint most ebbe az évben. Idén 41-en kezdték meg a képzést egészen az alapoktól. A jubileumi találkozón a végzett évfolyamok közül a már nyugdíjas pilóták vettek részt a legnagyobb létszámmal. Az 1971-ben végzett első évfolyamból 9 fő volt jelen, akik a 70-es években elfogadott forma szerint jelentést tettek oktatójuknak. Azaz egyik szerencsés ember vagyok, aki 1971-ben az első évfolyammal végezhettem itt ezen az iskolán. És hát ehhez persze hozzátartozik az is, hogy én 1953 óta szinte ezen a repülőtéren nőttem fel kisgyerekként, így aztán jött a vitorlázó repülés után pedig csodával határos módon igazi motoros pilóta iskolába kerülhettem 26-ad magammal, és 71-ben így végeztünk 21-en. A rendezvény legizgalmasabb perceit egy műrepülő bemutató jelentette, amelyet Ferenc Zoltán tartott. A műrepülő világbajnok Nyíregyházán szigorú oktatási rendszerben tanult megrepülni. Nagyon részletekbe menően pontos, precíz, hiszen egy nagyon nagy hagyományra tekint vissza a főiskola. Most láthatjuk az 50-es számból, hogy nagyon nagy gyakorlat van, nagyon nagy tudás van a főiskola mögött, és azóta is én vizsgáztatok pilótákat a légügyi hivatal megbízásából, és ez az az iskola, ahol mindig azt a standardet találom, amiben soha nem csalódok. A találkozó fontos mozzanata volt a generációk találkozása, amelynek keretében az első és az 50. évfolyam hallgatói a tapasztalatcserét követően összeálltak egy közös fotóra is. Közel 9 km hosszan újítják fel az árvízvédelmi rendszereket Kisar, Nagyar és Tivadar környékén. Több helyen magasítani is kell a töltéseket, de a beépített területeken parapetfalak és mobilfalak építésével oldják meg az árvíz biztonság növelését. A beruházás Európai Uniós forrásból mintegy 7 milliárd forintnyi összegből valósul meg. Tivadaron és környékén a Tisza védműi már elavultnak számítanak, és a műszaki paramétereik sem felelnek meg a mai hatályos jogszabályi előírásoknak. Az éppen folyamatban lévő, ezt a szakaszt érintő beruházás célja az árvízvédelmi biztonság növelése a berekben, és kifejezetten a Tisza, Tivadar és Kisar-Nagyar környéki szakaszának biztonságossá tétele. A 13-ban megjelenő belügyminiszteri rendelet előírt az úgy mértékadó árvízszinteket, és az alapján a korábban kiépített művek már nem feleltek meg ennek az előírásoknak. Ennek keretében itt most Kisar-Nagyar, illetve Tivadar térségében közel 9 km árvízvédelmi töltés magasítására fog sor kerülni. Ezeknek a műszaki kialakítása az nagyban függött a terület rendelkezés állását, illetve a helyigényétől. Tehát ahol lehetőség van, például 3 km hosszban a meglévő földműveknek,
a szélesítésével, magasításával érjük el a kitűzendő célokat, de Kisark belterületén, ahol a ráépítettség miatt itt helyigény az jóval szűkebb, ott pedig ilyen komplex árvízvédelmi létesítmények, tehát parapetfal, mobilfal együttes alkalmazásával valósul meg az a cél, Kisark esetében például 600 méter hosszban. A területi felügyelő szerint a felső Tisza egyik legproblémásabb szakasza az úgynevezett tivadari szűkület, amely alacsony vízszállító képessége sokszor gondot okoz az árvízi védekezésben. A beruházással ezt a problémát is megszüntetik a vízügyi szakemberek. Ennek keretében közel 2 kilométer hosszban úgy nyomvonalon egy töltéskorrekciót hajtunk végre, amelyel úgymond a folyó hullámterének a visszaálltó képességét fogjuk jelentősen növelni. Beruházásnak műszaki tartalma még a folyószakaszon 4 területen is a partbiztosításoknak a helyreállítása, kiegészítése, illetve javítása. Az együttes célunk az, hogy az árvízi biztonság olyan mértékben fejlődjön, ahol egy sikeres védekezésnek a feltételei biztosítottak. A projekt befejezését 2019 tavaszára tervezték, azonban a védművek építéséhez szükséges területszerzési nehézségek miatt ez a határidő várhatóan a jövő év végéig is kitolódhat. Több mint 26 millió forintos eszközvásárlással korszerűsödött a Városi Rendelőintézet fogászati röntgen rendelője. Az önkormányzat 100%-os támogatásából az egyik legmodernebb és legsokoldalú fogászati röntgen berendezéssel és egy korszerű betegbehívó rendszerrel gazdagodott a rendelő. Az új röntgen eszköz pontosságában, gyorsaságában és képminőségében egy teljesen új korszakát képviseli a fogászati képalkotásnak. A hagyományos röntgenekhez viszonyítva sokkal nagyobb tudású eszköz kapott a Nyíregyházi Városi Rendelőintézet fogászati osztálya. Akkor egyik csúcs technológiájának számító 3D-s felvételeken olyan területek is láthatóvá válnak, amelyeket korábban a 2D-s röntgeneken nem láthattak a szakemberek. Nagyon sokféle elváltozás van, ami különböző területeket érint, például a mandibulának az elváltozásai, fogbeültetések során például a beültetést végző orvosnak a munkáját megkönnyíti, mert a csontszerkezetnek a vastagságát előzőleg meg tudják mérni, amik esetleg csak műtétek során váltak láthatóvá, tehát sokkal biztonságosabban alkalmazható, mint az eddigiekben, vagy foggyökér kezeléseknél, bölcsességfogaknak az eltávolításánál. Éves szinten 10-12 ezer beteget látnak el itt a nyíregyházi fogröntgenben. Ez azt jelenti, hogy napi szinten átlagosan 60 felvételt készítenek a géppel. Azért is ilyen magas ez a szám, mert nem csak a nyíregyházi, hanem a vidéki betegellátás is itt történik. Nagyon fontos az, hogy a lehető legkorszerűbb eszközökkel tudjuk ellátni a nyíregyházi betegeket, vagy éppen az ellátottakat, akik fogászati röntgenre szorulnak. Fontos az még kiemelni, hogy itt az egészségügyi alapellátási központban vagyunk, de a röntgen az egy szakellátás. Ez egy nagyon érdekes kombináció a mi esetünkben. Természetesen fogadjuk azokat a betegeket, akiket a házi orvosok beutalnak. Emellett lehetőség van arra, hogy akiket a magánorvosok utalnak be, ő részük is elvégezzük az ellátást. Nagyon népszerű, már most a kezdeti időszakban is látszik az, hogy megemelkedett a fogadott betegeknek a száma. Az új korszerű betegbehívó rendszer beszerzésével egyszerűbb és könnyebb lesz a betegellátás. Sokszor 10-20-an is sorban állnak a rendelő előtt, amint egy 800 ezer forintos rendszer megoldást nyújt a betegek behívásában. Ezt és a 26 millió forintos röntgengépet 100%-os önkormányzati forrásból sikerült megvásárolnia a városnak. Sorsdöntő polgármester választás lesz most vasárnap Tiszavasváriban, közölte Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. A város korábbi jobbikos vezetője, Fülöp Erik, májusban mondott le polgármesteri tisztségéről összeférhetetlenség miatt, ugyanis egyszerre nem lehet polgármester és országgyűlési képviselő. Tiszavasvári volt az első 10 000 fő fölötti település, ahol jobbikos került a polgármesteri székbe. A most vasárnapi választások itt Tiszavasváriban sorsdöntő, hiszen valóban sikerülhet most a Fidesznek a várost visszaszereznie, és valóban abba a tengelybe beleállítani, amelyet megérdemel ez a város, az itt élő emberek, hiszen itt is nyugalomra van szükség, a boldoguláshoz az emberek számára munkahelyeket kell teremteni, fejlesztésekre van szükség, tanúszodai programban részt vesz a város, tehát minden olyan fontos felzárkózási lehetőséget megkaphatja itt Tiszavasvári.
Az infrastruktúrális beruházásokat eszközpark fejlesztéssel együtt kellene megvalósítani a kórházakban, véli Halmi József, az MSZP megyei szervezetének alelnöke. Az egészségügy vezető stratégiai ágazat, azonban Magyarországon számtalan probléma jelentkezik ebben is, hangzott el a sajtótájékoztatón. A várólisták több száz naposak, egyes műtétek esetében és az összevonások is gyengítik a szférát, tette hozzá Halmi József. Az, hogy az összevonásokkal nincsen gazdája a területnek, és egymásra épülő problémák okozzák azt, hogy az egészségügy ma az egyik legrosszabb stratégiai ágazat. Az, hogy várakozási listák, hogy mennyit kell várakozni egy STK rendelésbe, vagy egy sürgősségi ellátásba, hogy milyen a alulfelszereltsége a kórházaknak, hogy egy belgyógyászati osztályon alapvető műszerek, eszközök nem jók vagy nem lelhetők meg. Új alkalmazással bővült a nagy sikerű mobil kincstár, a játék kincstár a 14 évesektől kezdve egészen az egyetemistákig minden fiatalt megszólít, hogy bővítse a pénzügyi és megtakarítási ismereteiket. Az új modul 2016. decemberében indult útjára. A Magyar Állam Kincstár új mobil applikációját próbálgatják a diákok a Kölcsey Ferenc Gimnázium rendhagyó osztályfőnöki óráján. Csapatokba rendeződve versenyeztek, ki a legfigyelmesebb és ki rendelkezik a legátfogóbb tudással. A gimnázium tanárai és diákjai mindig örömmel próbálják ki a technológiai újdonságokat. A nyitottságunk abban rejlik, hogy a fiataloknak a pénzügyekkel, a gazdálkodási ismeretekkel, a vállalkozási ismeretekkel kapcsolatos tudását mindig igyekszünk gyarapítani. A helyzet azonban az, hogy azért ez nem csak a pedagógusokon múlik, ehhez mindig kellenek külső szakmai mentorok, támogatók, és én nagyon örültem annak, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magyar Államkincstár megkeresett bennünket ezzel a programmal. Tulajdonképpen itt egy mobil applikációt fognak megismerni a gyerekek. Annál is inkább örülök neki, hiszen a Kölcseiben most már évek óta wifi hálózattal lefedett az épület. Ezt a gyerekek is szabadon használhatják. Most a nyári szünetben volt egy Európai Uniós fejlesztésnek köszönhetően a teljes wifi lefedettség megoldódott az épületben. Ez pedig lehetővé teszi, hogy bármikor hozzáférjenek a Magyar Állam Kincstár applikációjához. 2013-ban indult el a webkincstár szolgáltatás kiegészítéseként az állampapírforgalmazás elektronikus csatornája, a mobil kincstár. 2016-ban pedig ez bővült tovább a játékkincstár modullal. A játékkincstár alkalmazása, letöltése nagyon egyszerű, tehát mind épül, mind pedig a Google Pay-jel letölthetőek, ezeket tudjátok használni. A játék típusok vannak, gyors játékok, illetve küldetéses játékok. Mai nap folyamán a küldetéses játékon fogtok részt venni. A gyors játék az különböző nehézségi fokozatokkal vannak beállva. Van a szókiradó, párosítás, memória, igaz-hamis, illetve kvízjátékok, amit próbáltunk úgy kiválasztani. Hát nem tudtuk, hogy először a tyúk vagy a kakas van először, illetve a tojás, ezért tehát mi úgy gondoltuk, hogy ami könnyű, az a tojás, a közepes szinterőség még a csibe állapot, és akkor a nehéz állapot pedig egy szép nagy kakas, ami nem gal kakas. A játékkincstár modul már a legfiatalabbak pénzügyi és megtakarítási ismereteit bővíti célzott játékos formában, hogy a gyerekek körében is hozzájáruljon a tudatosabb pénzügyi és befektetési kultúrához. A társadalom környezet tudatosságát kívánja erősíteni, valamint a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra szeretné felhívni a figyelmet az autómentes nap, amelyet szeptember 19-én rendeznek Nyíregyházán. Az egésznapos programok során az alternatív közlekedési módok népszerűsítése mellett egészségsarok és kulturális programok is várják az érdeklődőket. 1997-ben először egy franciaországi kisvárosban, La Rochelle-ben rendeztek autómentes napot, ami azóta európai mobilitási hétté nőtte ki magát. Ezt minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendezik meg a kontinensen, idén 130 magyarországi település csatlakozott a kezdeményezéshez. Nyíregyházán 2003 óta tartanak autómentes napot, idén szeptember 19-én rendezik meg a Kossuth téren. Célja tulajdonképpen az, hogy alternatívát mutassunk az autóhasználat mellett, szemben, tehát nem szembe akarjuk ezt állítani tulajdonképpen, hanem az, hogy alternatívák legyenek, hogy gazdaságos, valamint észszerű autóhasználattal erősítve a kerékpározást, túrázást, hogy igenis élhető városokat hagyjunk az unokáinknak.
és ebben nagyon fontos szerepe van mindenkinek. Tehát ez mindenki gondolja meg, hogy mikor autóba és mikor kerékpárra vagy gyalogosan közlekedik. Az alternatív, környezet és egészségtudatos közlekedési módokat a városvezetés a mindennapokban is támogatja és segíti. Nyíregyházán jelenleg 60 km kerékpárút áll a kerékpározóknak a rendelkezésére, és a következő években még sok kilométert fogunk ehhez hozzáépíteni, éppen azért, mert ha az ember kimegy az utcára, akkor látja, hogy a kerékpáros közlekedés egyre jobban fellévőben van. A hétközben is, nem beszélve a túrázási lehetőségekről, éppen ezért több rendezvény is lesz itt a városban, és van a városban, amely a kerékpározást, mint alternatív közlekedési módot támogatja. Az autómentes napon az alternatív közlekedés népszerűsítésének jegyében kerékpáros felvonulást is tartanak, de lesz még autóbaleset és életmentési szimuláció, és különböző kulturális programok is várják az érdeklődőket. A Meseautó című előadással kezdődik hivatalosan a 2018-2019-es évad a Móricz Zsigmond Színházban. A darabot a megújult Rózsakert szabadtéri színpadon már láthatta a közönség. Most pedig a Kőszínházba költözött az előadás. Korhű ruhák, fülbe mászó dallamok, lendületes koreográfiák. Ez mind a Meseautó című zenés komédiában látható. A darabot dupla előadás keretében mutatták be nagy sikerrel a szabadtéri színpadon, azonban a kőszínházas előadás más felkészülést igényelt a színészektől. Mi erre készültünk nyilván először még nyár előtt, és utána felújítottuk a szabadtérire. Hát pont most voltam beénekelni, és nagyon fura volt, mert egész egyszerűen olyan volt, mintha egy ilyen garázsméretű helyen lettünk volna, ugye, mert az emlékezetemben még a szabadtéri színpad volt, úgyhogy újra meg kell szokni, hogy egy sokkal kisebb téren játszunk. Viszont annyiban meg jobb, hogy talán az energiák egy kicsit jobban bennmaradnak, és nem akkora helyről beszélünk is, hanem is sokkal, de azért valamivel intimebb lesz az egész. A darabban a gyermek Pistike, Sári és Kovács Vera osztott szerep. A főszereplő lányt a Móricz Zsigmond Színház egyik fiatal tagja is alakítja. Kónya Merlin Renáta idén végzett a Kaposvári Egyetemen, és ez az első bemutatója a diplomavédés óta, ezért nagyon készült a feladatra. Kaptam egy jó karakter jellemzést Vajktól, és azokat az utasításokat próbáltam, és próbálom követni, hogy abban az időben hogy ültek, milyen tartásokat vettek föl, mi volt akkor annak a kornak a jellegzetességei, úgyhogy ezzel kísérleteztünk, amit majd láthatnak a nézők szombaton. A színésznő szerint a cipő, a ruha és a haj segített számára a legtöbbet abban, hogy ezeket a finom vonalakat megérezze és hitelesen színpadra állítsa. A bajnoki szünetet követően szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 8. fordulójában a vele azonos pontszámmal álló szombathelyi haladást fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A magyar válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt két hetes szünet volt az élvonalban. Az MTK ellen szezonbeli első győzelmét megszerző Kisvárda edzője, Dajka László, így először dolgozhatott hosszabb időt a csapattal. A szakember elmondása szerint igyekezett azonos szintre hozni a nyáron különböző erőállapotban és formában érkező futballistákat, és persze a taktikai elemek súlykolása sem maradt ki az edzések programjából. Az első héten döntő százalékban a fizikális egyszintrehozás zajlott. A második héten aztán próbáltunk visszazökkenni a bajnoki ritmusba, úgyhogy voltak kisebb megfázások, ez az egy-két apró probléma, de úgy gondolom, hogy azért megcsináltuk azt a munkát, amit szerettünk volna, aztán ez választod a szombati mérkőzést. A Kisvárda jelenleg 5 ponttal a 11. a tabellán. A szombati ellenfél Szombathely szintén 5 pontot gyűjtött eddig, így egy hazai siker esetén a Várda már is elkerülne a kieső helyről. Az ellenfelünk is elég hektikus teljesítményt nyújt, de mondhatnám én most azt, hogy nekünk nagyon kell a pont, és nekiesünk a haladásnak, és mindenféleképpen próbáljuk legyőrni. Megmondhatnám azt is, óvatosak leszünk, mert nekünk a lehető legfontosabb az, hogy egy góllal többet tudunk, tehát megnyerjük a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy mindkét csapat fölkészül egymásból, és én nagyon remélem, és ez lenne a lényeg, hogy rá tudjuk erőltetni az akaratunkat a vendégekre, és az összecsapásból mi jövünk győztesen. A Kisvárda szombathelyi mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 8. forduló további párosítása a következő: Újpest Debrecen, Puskás Akadémia Molvidi FC, Mezőkövesd Diósgyőr, Paks MTK Budapest és Budapest Honvéd Ferencváros.
A hétvégén elkezdődik a szezon a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. A 28. NB-s idényének nekivágó Kölcsei Déese a legutóbbi bajnok Hajdú Böszörmény otthonában lép pályára. Hadobás István csapata a középmezőnyt célozza meg. 40. azon belül 28. NB-s idény előtt áll a Kölcsei Déese. Az örökös edző Hadobás István által irányított gárda minden nyáron átalakul valamennyire. Így volt ez az idény is, azonban ezúttal nem az érettségizők távozása, hanem a sérülések okoztak gondot a szakembernek. Katona Krisztina, Gyimesi Lola és Márkus Gizella még hosszabb ideig hiányozni fog, visszatért viszont Kelemen Gréta és újra a csapattagja Gyúró Ágnes. Mint Hadobás István elmondta, elvégezték a nyárra kiszabott munkát. Terveknek megfelelően haladtunk, augusztusban egy egyéni edzéstervet kaptak a lányok, egy kis előmunkát végeztek otthonukban, mivel nagyon sok vidéki gyerek van, és így nehéz a bentlakás megoldása. Azt követően egy nagyon tartalmas edzőtábor következett, napi 3 edzéssel, a végén egy strandkézilabda bajnoksággal, úgyhogy, és edzőmérkőzésekkel is természetesen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon tartalmas volt ez a ciklus, és utána pedig a formába hozás időszaka, amely tartalmazott természetesen kemény alapozó és labdás edzéseket is, illetve edzőmérkőzéseket, összességében 7 edzőmeccset játszottunk. A legutolsót Kazincbarcikán csoportbeli ellenfelünkkel nyertünk 6 góllal, úgyhogy bizakodó vagyok. Hadobás István szerint a legutóbbi bajnokság meccsénél nehezebb összecsapások várnak majd csapatára, mivel némileg átrendeződött az északkeleti csoport mezőnye. Sokkal erősebb lesz. Egyrészt ide került Füzesabony és Heves együttese az északi csoportból, amelyek remek, jó csapatok. A korábbiak közül a mezőnyünkből néhány gyengébbnek vélt együttes kiesett, Bőcsre, Miskolcra gondolok, akik nem vállalták az indulást. Úgyhogy sokkal erősebb lesz a mezőny, és hát őszintén mondom, hogy örülök neki, hogy az első fordulóban a legnagyobb megmérettetésünk lesz Hajdú Böszörményben, a tavalyi bajnok ellen játszunk. Én azt gondolom, hogy a legjobb erőfelmérő, talán a bajnokság legjobb csapata ellen bebizonyíthatjuk, hogy mit érünk. A megyebeli csapatok közül a Vitkelse vasárnap hazai pályán a Debrecen 22-es csapatát fogadja. A Máté Szalka MTK a jövő hétvégén Ózdon kezdi el a szezont. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A 80-as években elsősorban mezőgazdasági pilótának lehetett tanulni Nyíregyházán, majd kereskedelmi, azóta pedig közforgalmi pilótákat is képeznek a Szabolcsi megye székhelyen. Ennek alkalmából találkozót és jubileumi konferenciát szerveztek, amelyen közel 250-en vettek részt. Kisar, Nagyar és Tivadar környékén közel 9 km hosszan újítják fel az árvízvédelmi rendszereket. A szakemberek szerint ugyanis ez a Felső-Tisza egyik legproblémásabb szakasza. A beruházás célja az árvízvédelmi biztonság növelése, amely mintegy 7 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból valósul meg. Új röntgenberendezéssel és egy korszerű betegbehívó rendszerrel gazdagodott a Városi Rendelőintézet. Az eszközfejlesztést 100%-ban az önkormányzat támogatta, több mint 26 millió forintos volt a beruházás. Az új röntgen pontosságában, gyorsaságában és képminőségében egy teljesen új korszakát képviseli a fogászati képalkotásnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 14-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. A hazánk fölött feloszló hidegfront mögött száraz, 1-2 fokkal hűvösebb levegő érkezik térségünkbe. Az előttünk álló éjszaka fátyol felhős lesz az ég, majd estétől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A késő esti óráktól helyenként zápor, zivatar előfordulhat, a nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, így napközben már többnyire gomoly felhős napos idő várható. A keleti tájakon estig zápor, zivatar előfordulhat, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban beköszönt hozzánk a változatlan, napos, csapadékmentes időjárás, felhőket alig látunk majd az égen. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, a hőmérséklet csúcsértéket több fokkal meghaladhatja az ilyenkor megszokottat.